nem másról, mint Nógrádi Györgyről fogok beszélni. Nógrádi György nem volt ügynök, pontosabban. Nógrádi György nem volt ügynök. És mindezt nem szóvicnek szánom, mert azt gondolom, a múlt egyrészt a mának szól, és ebből ki fog derülni az, hogy Nógrádi György ki is valójában. Nézzük azonban ennek az egész történetnek az elejét. Miért beszélünk egyáltalán olyan dolgokról, amik 30, 40, 50, 60 évvel ezelőttiek. Azt gondolom, hogy azért, mert a mai életünket most befolyásolják, és az a befolyásolás nagyon is mérhető, kimutatható, és a következményeit minden nap átéli a magyar társadalom. Nógrádi György saját maga, saját vélelmezett állambiztonsági tevékenységéről egy nyilatkozatot adott ki akkor, amikor ez napvilágra került, a dolog előtörténete az, hogy az 1956-os intézet egy külön kutatásban vizsgálta a Nagy újra temetés állambiztonsági biztosításának történetét. Ebben a vizsgálatban, aminek az eredményei az interneten is láthatóak, minden egyes hálózati szemét, aki ebben szerepelt, összesen 64 személy, valamint négy esztétiszt, a fedőnévvel és a rávonatkozó dokumentumokkal tett közzé. Nógrádi György ennek kapcsán a következő nyilatkozatot tette. Szó szerint szeretném idézni. Alulírott Dr. Nódrági György kijelentem, hogy soha nem voltam a BM3 per 3 kötőjel 2, illetve a BM3 per 3 kötőjel 6-os alosztály ügynöke, sem raguza fedőnéven, sem más fedőnéven. Nem voltam beszervezett ügynök, jelentéseket nem készítettem. Soha nem kaptam feladatot a belügyminisztérium egyetlen szervétől sem, hogy külföldön hangoztassam aggájaimat a Nagy Imre újratemetés esetleges politikai demonstrációvá alakítása kapcsán. Egyértelműen kijelentem, hogy a belügyi szervektől nem kaptam és soha nem hajtottam végre semmilyen feladatot Nagy Imre újratemetésének előkészítésével összefüggésben. Budapest 2010. május 12. Nézzük meg, hogy ez a nyilatkozathoz képest mit mondanak a korabeli állambiztonsági dokumentumok. Előjáróban be kell vezetnem azt, hogy a Nagy Imre temetés az állambiztonság egyik legnagyobb akciója volt. Szinte mindenkit felvonultattak, aki élt és mozgott. Nem véletlenül, volt ugyanis egy pontosan megfogalmazott politikai cél, nevezetesen az, hogy a látható és feltartózhatatlan átmenet lehetőleg minél kevesebb feszültséggel, radikálisnak tűnő antikommunista erők visszaszorításával, és a felelősségre vonás követelése nélkül zajoljon le. Magyarán nagy Imre gyilkosai, akik akkor azért még részben éltek, nem szerettek volna azonnal egy bíróság elé kerülni, és ezért az MSMP, a megújuló MSZMP azokat az erőket szerette volna támogatni, akik ezt az újratemetést egy kegyeleti aktusként értelmezik. Ennek megfelelően kaptak eligazítást az ügynökök is, és azokat, akik nem voltak hajlandóak a politikai oldalon betagolódni ebbe, mint például Krassó Györgynek a Magyar Október pártja, azokat marganizálták, kiszorították, nem engedték, még a temetés közelébe sem. Nográdi György esetében az előzmény ugye az, az úgynevezett hatos karton. Ezt 1981-ben állítják ki róla, ez egy állambiztonsági nyilvántartó karton, csupán csak azt jelzi, hogy ő mikor kerül be a rendszerbe, és milyen területen foglalkoztatják. A karton nagyon érdekes, mert alapvetően életszerű adatok vannak rajta. Hozzáteszem Nógrádi György, a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja eredetileg a Kossuth Lajos katonai főiskolán tanít, ami azért nem egy ellenzéki hely, majd innen a Budapesti Műszaki Egyetemre kerül, és a hatos karton szerint az ifjúság védelmi vonalon dolgozik. Ez teljesen kézenfekvő, ugyanis minden fontosabb egyetemen, azt gondolom ma is, van olyan nemzetbiztonsági személy, aki azzal foglalkozik, hogy szűrje, utassa, a hallgatók közül a tehetségeseket, azokat, akiket adott esetben Valamilyen feladattal meg lehet bízni, leginkább természetesen ez ma olyan vonalon érdekes, ahol az illetőnek külföldi célországokba vonatkozó kapcsolatai és kitettségei vannak. Abban a korban azonban a totális ellenőrzés korában minden egyetemen szükséges volt egy ilyen, hogy is mondjam, revizori szerep, és Nógrádi György teljesen megbízható elftásnak számított, tehát abszolút alkalmas volt erre a feladatra arra is teljesen alkalmas volt, mivel hogy nagyon jó kontaktuáló képességgel rendelkezett, és a német nyelvet is kitűnően bírta. Ráadásul rendszeresen utazott Németországba, és ahogy azt tudjuk, német politikai kapcsolatai is voltak, hogy ezt a típusú feladatot, amit az állambiztonság szeretett volna, végrehajtsa. Mit tudunk erről az egész feladatkiosztásról? Alapvetően két fontos dokumentumunk van erről, ugyanis a BM számos konferencián tárgyalta azt, hogy hogyan kell megszervezni Nagy Imre újratemetését. Az első ilyen az 1989. május 12 és 14 én között történt. Ekkor van az a felsorlás is, hogy összesen ez a 64 ügynök és 4 esztétiszt személyre szólóan milyen feladatot kap, és itt az szerepel, hogy a Ragúza Fedő nevű TMB külföldön fog tartózkodni, eligazítást fog kapni, hogy NSK kormánykörökben, illetve az ellenzéki pártok képviselőivel folytatott beszélgetéseiben hangoztassa aggájait a Nagy Imre újratemetés politikai demonstrációvá alakítása kapcsán. Feladata szerint hangsúlyoznia kell, hogy egy ilyen fordulat veszélyezteti az eddig elért eredményeket. Az intézkedési terv szerint Ragusa a rendszeres kapcsolatban állt a BND, azaz a Bundesnachrichtendienst, és a CIA, tehát két titkos szolgált képviselőivel. Azonban nem ez az egyetlen egy olyan dokumentum, amiből kiderül, hogy Raguzát, azaz Nógrádit számon tartják, számolnak vele, sőt feladatot adnak neki. 1989. május 29-én kell egy újabb emlékeztető. Ebben pedig az szerepel, hogy Raguza már kiutazott Németországba, és hazatérése után be fogják számoltatni. Hozzá kell tennünk, Ragusa dossziéi jelenleg nincsenek a levéltárban. Nem tudjuk, hogy ezek egyáltalán megmaradtak-e, vagy megsemmisültek, de Ragusa, az Nógrádi György állásából, abból, hogy MSZNP tag volt, teljesen nyilvánvaló, hogy nem irattak vele jelentéseket, hanem őt szóban számoltatták be, hiszen ő, mint egyetemi oktató, és ráadásul egy megbízható kommunista, igazán nem volt abban a helyzetben, hogy őt kényszerítsék jelentések írására, és hát Nógrádiról még ahogy beszélni fogunk, tudjuk, hogy az írás nem különösebben erőssége egyébként sem. Hogy mi is történt valójában, arra a legjobban abból tudunk következtetni, ami Nógrádi György ma. És itt érkeztünk el Nógrádi György rendszerváltás utáni tevékenységéhez, amitől ez az egész igazán érdekes. Először is Nógrádi György, aki magát a tudomány emberének tünteti fel, úgymond biztonságpolitikai szakértő, ő az a személyeknek tudományos tevékenysége nulla. Párki meggyőződhet róla a magyar tudományos művek tárába. Érdemes egy kicsit elemezni Nógrádi György úgynevezett tudományos tevékenységét is, annál is inkább, mert erre van egy nyilvános adatbázis, a magyar tudományos művek tára. Amennyiben ezt megnézzük, akkor azt fogjuk látni, hogy Nógrádi György nemzetközi idézettsége nulla. Az úgynevezett hírsindex, ami azt mutatja, hogy hány olyan műve van, amire hány hivatkozás történik, az egy kettes. Ez azt jelenti, hogy két olyan műve van, amire legalább ketten hivatkoztak. Ennyi a teljes produktum. Az én esetemben ez a szám egyébként 16. Ebből is látszik, hogy itt egy olyan emberről van szó, aki nem végez tudományos tevékenységet, megjegyzem, becsületére váljon, ezt saját maga is bevallotta. Ezt az embert, biztonságpolitika, az is egy szakma, ezen a területen nem ismerik. A másik, ami nagyon érdekes, hogy Nógrádi György, aki 1989 előtt az MSZNP tagja volt, folyamatosan a rendszerváltás után is kegyelt helyzetben volt. És van mind a mai napig, amennyiben különböző állami cégeknek felügyelőbizottsági és egyéb bizottsági tagja ezért javadalmazásokat húz. És nem is akármilyen cégekről van szó, mert hogy pont a két leginkább korrupcióval vádolt cég esetében merül fel Nógrádi György neve egyszer az erdészeti cégeknél, amelyekről Lázár János is azt mondta, hogy itt folyamatos a lopás, illetve a Honvédelmi Minisztérium elektronikai, logisztikai és vagyonkezelő ZRT-nél, amelyik évi 40-50 milliárd forintért látja el őrzését. Hozzá kell tennem, bár voltak különböző vizsgálatok és eljárások ezek miatt a korrupciós ügyek miatt, Nogredi Györgyöt soha senki nem vonta felelősségre, Azonban az a gyanú, hogy ezek a cégek mind arra szolgáltak, hogy az innen kilopott pénz valójában titkos pártfinanszírozást takar, hát finoman szóval sem megalapozatlan. És kormányok jöhettek, mehettek. Lógrádi György azonban alapvetően mindig meg tudta találni a saját kis felügyelő bizottsági posztjait. A másik, ami nagyon érdekes az ő esetében, az, hogy életrajza, pontosabban önéletrajza, hiszen ő maga írja, tele van. Hazugságokkal. Hazugság ugye az, amikor valaki tudatosan valótlant állít. Nógrádi György azt hazudta, hogy a Svéd Nemzetvédelmi Egyetem elnökségi tagja, holott nem az, és soha nem is volt. Azt hazudta, hogy egy nem létező Ausztriai Európa Egyetem rektor helyettese. Azt hazudta, hogy 2001 óta az osztrák védelmi miniszter tudományos tanácsadó testületének tagja. Na, ez egy olyan eset, ahol egy picit meg lehetett találni az ehhez tartozó kis racionális magot. Ilyen testület ugyan nincs, azonban az Osztrák Védelmi Minisztérium mellett csak ugyan működik egy 127 fős, tehát meglehetősen szimbolikus, nagyságrendű, egyáltalán nem napi tanácsadással foglalkozó testület, amiben véletlenül bekerült Nógrádi György is. Azonban ez nem a miniszter mellett működik, és nem a miniszternek ad tanácsokat. Rengeteg ilyen kis botlás található Nógrádi György saját kezű nélet tehát kimutatható, hogy ez az ember saját magáról folyamatosan hazudik. Emellett témavezetője volt olyan személyeknek, akik pénzért ö, doktori fokozatokat szereztek úgy, hogy ezen doktori fokozatoknak az értéke Semjén Zsolt és Mit Pál úgynevezett ö, diszertációihoz mérhető. Ezekből Ausztriában különböző botrányok is voltak. Természetesen ebben az esetben sem mutatható ki az, hogy Nógrádi György a felelős azért, hogy ezek a személyek ezeket a fokozatokat megkapták, de ő az értéktelen dolgozatok témavezetője volt, és az azért ez legalábbis elgondolkodtató. A legérdekesebb talán azonban az, hogy milyen szerepet visz Nógrádi György a mai magyar propagandában ő szerepel ugye szinte a legtöbbet, mint úgynevezett biztonságpolitikai szakértő állami csatornákon, azonban van egy külön nevesített orgánum, ez a bizonyos ultrahang csatorna. Ez azért nagyon érdekes, mert a dezinformációnak több szintje van. Egy hivatalos állami szerv kockázatos, ha maga nyíltan a dezinformációt egy az egybe felvállalja, ezt általában ki szokta osztani olyan úgynevezett NGO-kra, amelyek nem közvetlenül a kormányhoz köthetőek, amelyeket le lehet tagadni, és az ultrahang pontosan ilyen, hiszen itt a Hit Rádió egyik mellékvállalkozásáról van szó, a Hit Rádió ugye a hídgyülekezetének a rádiója, a német Sándor pedig különböző áttételes módokon kötődik a Nemzeti Együttműködés rendszeréhez, azaz a Fideszhez, és pénzt kap tőle. Az ultrank, Gyakorlatilag csak is és kizárólag kormánypárti propaganda terjesztésével foglalkozik, és annak érdekében, hogy ez sikeres legyen, folyamatosan a legelképesztőbb álhírekkel is bombázza hallgatóit. Ebben a környezetben lép fel Nógrádi György. Saját maga is konkrétan rendszeresen és folyamatosan álhíreket terjeszt. Hozzá kell tennem, megválogatja azért az álhírek minőségét, a legvadabb konteókat például engedi Gerhár Spötlének és más futóbolondoknak, de amikor az a kérdés merül fel, hogy Ukrajnában léteznek -e amerikai biolabrok, akkor erre Nógrádi hogy is igennel felel, és ugye a dolognak az a kontextusa, nem az az érdekes, hogy ezek a biolaborok léteznek-e, mert hát a vád az, hogy nem aspirint állítottak elő, hanem biológiai fegyvereket, és ezért kellett az orosz hadseregnek lépnie, hogy ezt megakadályozza. Mint tudjuk, semmiféle ilyen típusú tevékenység Ukrajnában amerikai cégek részéről sem, de más cég részéről sem volt. Nógrádi pedig kegyesen bólogat, amikor megkérdezik tőle, hogy léteztek-e biolaborok. Persze. Saját maga pedig nyíltan hazudozik. Akkor, amikor azt mondja, hogy az Ukrajnának küldött fegyverszállítmányok és pénzek 30%-át egy Pentagon irat szerint ellopják, akkor az a helyzet, hogy ilyen irat, amelyben a Pentagon erre a véleményre jutott volna, nem ismert. Senki nincs, aki ezt az iratot látta volna, ez így hogy fantáziájában létezik csupán. Lehetséges, hogy valamilyen újság, valamilyen véleményvezére erre a Álláspontra jutott azonban egyrészt a 30% mint olyan semmilyen módon nem alátámasztott, másrészt nem az a kérdés, hogy Ukrajnában van-e korrupció vagy nincsen, hanem az a kérdés, hogy a nyugati fegyverszállítmányok alapvetően Ukrajnában landolnak-e vagy sem. A bizonyítási teher, hogy a fegyvereket eladják terroristáknak, Nográdi Györgynél van, vagy volna, ő azonban semmilyen konkrét bizonyítékkal nem bukkolt elő. Nográdi Györgynek egy fontos állítása az is, hogy amennyiben az amerikai Egyesült Államok támogatása leállna, akkor Ukrajna ellenállása azonnal megszűnne. Ez elég jól hangzik, csak hogy a helyzet az, hogy minden jel arra mutat, hogy ebből egy szó se igaz. És pedig látjuk magából az események lefolyásából. Amikor az orosz agresszió megtörtént, akkor még a nyugati támogatás sehol sem volt. Azonban Kijevben, Odesszában és mindenütt másuttól elkezdték osztogatni a kézifegyvereket, a lakosság igen jelentős része átvette ezt. Nincsenek híreink arról, hogy az ukrán katonák tömegesen dezertálnának, és a helyzet az, hogy Putyin nem nagyon adott más választási lehetőséget, ő ugyanis Ukrajnát, mint önálló entitást nem ismeri el. Tetszik vagy nem tetszik, jelenleg is az ukrán lakosság legnagyobb része támogatja Zelenszky elnököt abban a politikában, amit Végez. Ez nem zárja ki azt, hogy vannak emberek, akik ezzel nem értenek egyet, nem zárja ki azt, hogy vannak emberek, akik nem akarnak bevonulni az ukrán hadseregbe, de minden közvéleménykutatási kutatási adat azt támasztja alá, hogy az ukrán lakosság nagy többsége ezt a háborút felvállalja. Ez egy tudományosan mérhető tény, és mindez Nógrádi György számára egyszerűen nem létezik. Hozzá kell tennünk, ezek a dolgok valójában az orosz titkos szolgálat propaganda műveleteihez tartoznak. Azokat a történetek, a biolabor, az ukrajna földjeinek a felvásárlása az amerikaiak által, ami egy teljes fikció, mert hogy egyáltalán nem történt ilyesmi, ukrajnában és külföldi cégek egyáltalán nem vettek földet nagyon sokáig, és jelenleg is egyáltalán nem nagy földterületek azok, amelyek külföldi cégek kezén vannak ezekről a történetekről, tehát mind tudjuk azt, hogy valójában a háborúban résztvevő, és pedig az agresszor titkos terjeszti. Nógrádi György ugyanezeket a összeesküvés elméleteket és álhíreket terjeszti aktívan ma is. Ez nem más, mint ügynöki tevékenység. Egyetlen egy kérdésem lehet csupán, kinek az ügynöke ma Nógrádi György?